Sziasztok srácok, és üdvözöllek titeket itt ebben az újabb Spooktober videóban! Két videóval ezelőtt láthatátok, ahogy a játszótéren jártam éjszaka, és éjfélkor valaki ezt a doboz hagyta ott nekem. Reméljük, hogy nekem is... Hallgassátok? Tuti, hogy van benne valami könnyű, de nem annyira könnyű, hogy csak mondjuk papír legyen benne. Tehát akkor már inkább egy... Hát nem is tudom... Egy füzet. Nem tudom megállapítani. Próbálom így hangból kitalálni, de egyszerűen nem tudom. Hallgassátok meg még egyszer. Írjátok meg kommentbe szerintetek, hogy mi az, mi lehet az, de ne csaljatok. Szóval ebben a videóban ezt a dobozt fogjuk kibontani, és reménykedünk abban, hogy most már megtudjuk, hogy ki ez az ismeretlen. Reménykedünk abban, hogy nem húzza tovább itt ezt az egészet, és ezzel lezárul az ügy, megtudjuk, hogy ki, és innentől mindenki boldogan, happy-n él. Van egy olyan érzésem, hogy kicsit ő is ebben a Spooktober módban van, mint én, úgyhogy nem hiszem, hogy be fogjuk itt fejezni. Minden esetre nyissuk ki gyorsan, és nézzük meg, hogy mi van benne. Én annyira nagyon izgulok, úgyhogy ezt tudjátok képzelni, hogy mennyire. Kicsit mondjuk félek is. Remélem, hogy nem valami félelmetes dolog lesz benne. Oké. Egy. Kettő. Három. Jézusom! Mindenre számítottam, csak erre nem. Jézusom! Hát erre nem vagytok felkészülve, mert erre én sem voltam felkészülve. Ez nagyon durva, srácok. Ez már nem a vicc kategória, ez tényleg nagyon durva. Nem is tudom, hogy egyáltalán megmutassam nektek. Na, az az ötletem támad, hogy ne csak úgy egyszerűen megmutassam nektek, hogy mi van ebben a dobozban. Nem tudom, hogy ismeritek ezt az Akinátor alkalmazást. Ő elméletileg egy Jean, egy valaki, aki elméletileg mindig tudja, hogy te mire vagy kire gondolsz. Úgyhogy most ezt fogjuk tesztelni. Nagyon erősen arra fogok gondolni, amit a dobozban láttam. Mondjuk nem is nagyon tudok másra gondolni. És megkérdezzük Akinátort, hogy tudja, hogy mire gondolok, ide be fogom majd nektek vágni. Németül lesz, mert én csak németül tudok, az angolom nem olyan jó, de majd fordítom. Trägt deine Figur weibliche Kleidung. A figura, kire gondolsz, női ruhákat hord? Igen. Ist deine Figur eine YouTuberin? Ez a valaki, ez egy YouTuber? Nem, ő nem egy YouTuber. Csúnya is lenne, egy YouTuber lenne ebben a dobozba bezárva. War deine Figur schon mal bei dir zu Hause? Hát, én nem tudok róla, hogy lett volna ide, aztán ki tudja. Viszont azt így leszpoilerezem nektek, hogy ma is sírok már mindjárt. Ezt leszpoilerezem nektek, hogy én beszéltem már ezzel az emberrel telefonon, legalábbis felvette már nekem a telefon, de szerintem még nem volt itt nálam, aztán ki tudja. Wohnt deine Figur in Deutschland? Ez a személy Németországban lakik? Nem. Hat deine Figur ein Handy? Van ennek a személynek telefonja? Szerintem nincsen. Nincsen neki. Ist deine Figur nett? Kedves, ez a személy? Hát én erre azt fogom írni, hogy nagyon nem. Ist deine Figur eine Puppe? Ez a személy egy, akire gondolsz, egy baba? Igen. Nagyon gondolkodik. Deine Figur ein Roboter? Egy robotról van szó? Nem. Fängt der Name deine Figur mit A an? Ennek a személynek a neve A betűvel kezdődik? Szerintem tudja. Szerintem ő tudja. Nagyon olyan kérdéseket tesz be. Igen, A betűvel kezdődik. És tudja, és tudta! És tudta! Úristen, még ő is tudja! Komolyan. Igen, srácok, Akinától is eltaláltam, valóban Annabelle-ről van szó. Srácok, akkor mutatom nektek, hogy én mit láttam az előbb a dobozban. Igen. Annabelle.
A játszótéren talált dobozban Annabelle volt benne. Most biztos azt gondoljátok, de hát ez csak egy baba, ez csak egy rongybaba. Mi van ezzel? Nem. Annabelle nem csak egy rongybaba. Hogyha Annabelle bent tartózkodik a lakásodban, abban a lakásban nagyon rémisztő és furcsa dolgok fognak történni. És én már nem akarok több rémisztő és furcsa dolgot, úgyhogy nem tudom, hogy mi legyen ennek a babának a sors. Azok most kicsit nézelődtem a neten, és találtam egy ilyen cikket. Annabelle, a kísérteties játékbaba igaz története. Egy átlagos rongybaba voltam, a 70-es évek eseményei teljesen másról tanúskodnak, ugyanis a házban, ahol a baba tartózkodott, rejtélyes, ijesztő dolgok estek meg. Mi történt valójában? Valóban egy átlagos babáról van szó? Úristen. Donna kapta az édesanyjától 70-ben. Ezt a használt babát egy hobbiboltban vásárolták. Egy idő után tűnt fel, hogy Annabelle magától mozog. Először nagyon csekély mértékben, csak a helyzetét változtatta, mintha valaki lögdöste volna. A mozdulatok egyre nagyobbak lettek, néhány héten belül a baba teljesen mobilis lett. Volt olyan, amikor a lányok elmentek otthonról, Annabelle-t Donna ágyában hagyták, és amikor visszatértek, a kanapén találták. Egy éjszaka Donna hazatérve Annabelle-t az ágyában találta, a kezei véresek voltak. A vér vagy valami hasonló piros folyadék szemmel láthatóan a babából folyt. Ez már mindennek a teteje volt. Donna végül beleegyezett, hogy hívjanak egy médiumot. A médium leült a babával szemben, néhány percig figyelte Annabelle, majd közölte a lányok, hogy sok évvel ezelőtt a házuk helyén egy hatalmas mező volt. Ezen a mezőn egy 7 éves kislányt, akit Annabelle-nek hívtak, egyszer halva találtak. A lelke itt ragadt. Annabelle nem szeretne semmi más, csak azt, hogy ezekkel a lányokkal maradjon, mert megbízhatónak találta őket. Ők viszont ebbe beleegyeztek, hogy Annabelle ott maradjon velük, és ekkor elszabadult a pokol. Lut rendszeresen rémálmok gyötörték, rendszeresen azt látta álmában, hogy Annabelle az ő ágyában volt. Felmászott a lábán, ő pedig megdermedve feküdt. A baba felmászott a mellkasára, és karjait a torkára szorította, ezáltal szinte megfojtva őt. Rémülten ébredt, lüktetett a fej, mintha az összes vér az agyában lett volna. Megijedt, és a lányok miatt is aggódott. Amint megközelítette a babát, Lou égést érzett a nyakán, mely olyasmi érzés volt, mintha nézné valaki. És megfordult, senki nem volt ott, a szoba üres volt, aztán hirtelen fájdalmat érzett a mellkasában. Ránézett az ingére, és karom kaparás nyomait látta, durva barázdákat a húsában, mely égetően fájt. Tudta, hogy Annabelle tette. Végül Annabelle-nek egy zárható dobozt építettek, és a mai napig ott lakik benne. Ez a zárdoboz látszólag megakadályozza a babát a mozgásában, de úgy tűnik, hogy bármilyen szörnyűséges lény is kapcsolódott hozzá, még mindig ott van. Vár. Kivárja az idejét, készen áll arra a napra, amikor újra szabad lesz. Írjátok meg léci kommentbe, hogy ti mégis mit csinálnátok vele, elégetnétek, vagy kidobnátok? Az a baj, hogy kidobni csak úgy nem tudom, mert simán visszajöhet a lakásba, szóval maximum elégetni tudnám.